Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. A jogi háttér megvan, kezdődhet a sportcentrum továbbfejlesztése, ülésezett a szekszárdi közgyűlés. Szakemberek szerint fontosabb lenne a társadalmi felelősségvállalás, 12 évre levitték a büntethetőség korhatárát. Megkezdődött a betakarítás, több mint 60 ezer hektáron aratnak őszi árpát és búzát Tolna megyébe. Speciális művészetek fesztiválja, több mint 800 produkció 5 nap alatt Szekszárdon. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Elkészülhet a koncepció a szekszárdi sportcentrum további fejlesztésére, ennek jogi kereteit elfogadta a közgyűlés, így elkezdődhet az a munka, mely a leendő épületek és kiszolgáló egységek helyét meghatározza. Első lépésben a rekreációs központ tervezése várható. Elindul egy folyamat, melynek célja, hogy kialakuljon egy koncepció a szekszárdi sporttelep funkcióinak megtalálására, mondta Ács Rezső polgármester a szekszárdi közgyűlés ülésén. A napirendi pontok között az egyik legfontosabb volt a sport és szabadidőközpont fejlesztési elképzeléseiről szóló. A jelenlegi tervek alapján a fürdő mellett egy rekreációs központ, sportcsarnok, uszoda, jégpálya, fedett lőtér is helyet kap majd. Tulajdonképpen arról döntöttünk, hogy ez a tervezési folyamat elinduljon valamilyen formában. Most első körben egyébként a rekreációs központnak a koncepció terve készül el, és az lesz beleillesztve az egész sporttelep koncepciójába. Gondoltunk arra, hogy hol lesz majd a parkoló, nem szeretnénk csökkenteni egyébként a zöld felületeknek az arányát. A tervezésnél figyelni kell arra, hogy minden funkciónak és a közműveknek is, így például a parkolóknak megfelelő helyszíneket találjon a koncepció, mondta a polgármester. Például a parkolást azt úgy fogjuk megoldani, hogy egy állami területre megkaptuk a vagyonkezelő jogot, amely a vasút és a sportutca között van, tehát abszolút nem befolyásolja a sporttelep zöld felületeit. Most készül ez a koncepció, tehát reményeink szerint őszre el fog készülni, és akkor ennek megfelelően fogunk tudni dönteni abban a kérdésben, hogy hol legyen a sportcsarnok, mekkora legyen a rekreációs központ, hogy helyezkedjen el. A koncepció kialakítására a közgyűlés döntésével biztosította azokat a törvényi és rendeleti kereteket, amelyek lehetővé teszik a tervezési folyamat megindítását. A pécsi ítélőtábla helyben hagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, ezzel elutasították a korábbi üzemeltető Kerekes László tulajdoni igényét a várossal szemben a szekszárdi teniszpályákra. Ez azt is jelenti, hogy egy másik per a birtoklásért most folytatódhat majd. Egy ideglenes intézkedés született arra vonatkozóan, hogy feljogosította a bíróság az önkormányzatot a teniszpályák birtoklására, ott most már születhet egy végleges döntés is, úgyhogy megerősödhet ez a döntés. Én azt gondolom, hogy most már nagy bizonyossággal azt mondhatjuk, hogy teljes joggal birtokoljuk a teniszpályákat, az önkormányzat tulajdona nem kérdéses, és most már megkezdődhet a pályáknak a felújítása, és hamarosan használni is tudja már a lakosság. Mind a két szekszárdi temető esetében megtörténik a ravatalozó felújítása, és előtető is kerül az épületekre a szekszárdi közgyűlés döntése értelmében. Elfogadták az előterjesztést a civil keretről, ennek értelmében pénzügyi támogatásként 7 millió forintot szavazott meg a testület a különböző szervezetek támogatására. Emellett a képviselők arról is határoztak, hogy pályázatot nyújtanak be további járdák felújítására, a vízelvezető rendszerek fejlesztésére, valamint a megkezdett akadálymentesítésre. Folytatására. Az Ács Rezső polgármesterrel készült interjút a tolnatáj.eu oldalon már vágatlanul is megtekinthetik. Egyre több és egyre súlyosabb bűncselekményeket követnek el a fiatalkorúak, elég csak a szekszárdi kislány megölésére, vagy arra a fiatalkorúra gondolni, aki igaz saját családtagjai védelmében kioltotta a rájuk támadó apja életét. A büntető törvénykönyv 12 évre vitte le a büntethetőség korhatárát. A szakemberek véleménye szerint ugyanakkor a megelőzés és a társadalmi felelősségvállalás fontosabb, mint a büntetési tételek súlyosbítása.
Bilincsben vezették a rendőrök a Liszt Ferenc repülőtéren tavaly augusztusban azt az őcsényi férfit, akit európai elfogató parancs alapján köröztek és átadtak a Tolna megyei rendőröknek. A most 42 éves, jelenleg is letartóztatásban lévő férfi a saját lányát 11 éves korától kezdve csak nem 3 éven keresztül rendszeresen bántalmazta szexuálisan. A kiskorú sértettet általában akkor zaklatta, amikor a több műszakban dolgozó, sokszor túlórázó házastársa és a nevelt fia sem tartott otthon. A vádlottól féltek a családtagjai, emiatt és a fenyegetések miatt a sértett nem mert a történtekről beszámolni a környezetének. A férfi a gyermek 11 éves korától egészen 14 éves koráig rendszeresen követett el szexuális bűncselekményeket, melyeknek a lényege az, hogy szexuális együttlétre kényszerítette a gyermeket különféle módokon, lelki, illetve fizikai fenyegetést alkalmazva. A Tolna megyei főügyészség 12. életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak büntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat idén tavasszal. Egy másik, a Pest megyei Galgahévízen történt esetnél nem nézte tétlenül a családapa erőszakoskodását egy 13 éves kislány. A gyerek megölte apját, hogy megvédje édesanyját és testvére életét. Huszti Gábor, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője azt mondja, napi szinten kell családi konfliktusokat kezelniük. Azért országosan az elmondható, hogy az ilyen súlyos bűncselekmények résztvevői, az áldozatok és az elkövetők gyakran családon belül vannak és családi kötelékben élnek. Mindezeken keresztül az is nagyon fontos, hogy habár ilyen súlyos bűncselekmények nagyon ritkán történnek Tolna megyében, hozzátartozók közötti erőszak miatt meglehetősen gyakran kell intézkednie a rendőreinknek. Változott a társadalom és változtak a társadalmi viszonyok, ezért a büntető törvénykönyv 12 évre vitte le a büntethetőség korhatárát, mondta stúdiónk vendégeként Kovács Ildikó, a szexuális törvényszék sajtóreferense. Egyre súlyosabb bűncselekményeket követtek el, tehát statisztikailag számszerűen megnőtt azon bűncselekmények száma, amelyet 14 év alattiak követtek el, de akkor még ugye nem voltak büntethetők, ezért úgy látta a törvényhozó, hogy szükséges lejjebb vinni a korhatárt. Kitanics Márk klinikai szakpszichológus véleménye szerint a megelőzés és a társadalmi felelősségvállalás fontosabb, mint a büntetési tételek súlyosbítása. Önmagában egy büntetési tételnek, attól, hogy súlyosbodik, nincs visszatartó ereje. Bárki, aki bűncselekményt követel, nem gondolkodik a bűncselekmény elkövetésekor abban, hogy ennek milyen büntetési tétele lesz, van, vagy hogyan fogok járni. Mindenki azon, hogy én majd megúszom, vagy pedig, hogyha hirtelen impulzív módon történik a cselekmény, akkor nem mérlegel, nem gondolkodik. Csak minden 24. szexuálisan bántalmazott gyerekről derül ki, hogy áldozattá vált, a családon belüli erőszak esetében pedig 9 bántalmazó megúszza, mire egy ellen nyomozni kezdenek. Az esetek többsége ugyanis teljesen rejtve marad a külvilág elől. Még mindig több tízezer dolgozóra lenne szükség, de idén az agráriumban és a turizmusban elkezdett csökkenni a munkaerőhiány. A mezőgazdaságban a csúcsidőszak a július-szeptemberi betakarítási szezon. A terméktanács szerint ilyenkor 60-80 ezer idény munkásra van szüksége az ágazatnak, és körülbelül 10-15 ezer fő hiányzik a piacról. Azért találnak könnyebben a termelők idénymunkásokat idén, mert több a diákmunkás, jobbak a munkakörülmények, továbbá a nagyobb termelők igyekeznek úgy kialakítani a növénykultúrát, hogy áprilistól szeptember végéig folyamatosan tudjanak munkát biztosítani. A bérek az elmúlt 5 évben megduplázódtak, az 500-600 forintos átlagos órabérek már a 900-1300 forintra emelkedtek. Megkezdődött az aratás. A tavaszi hónapok esőzése után június végétől már kombájnok és traktorok zaja lepi el a mezőket és a földeket. Az őszi búza termésén meglátszik a sok esőzés, mondják a gazdák, ezért nehezebb is betakarítani a terményt, mint tavaly ilyenkor. Már folyik az országban az őszi búza betakarítása. Hagyományosan június 29-én Péter és Pál napján kezdődött aratáson először az Árpát és az őszi búzát takarítják be. Azonban a tavalyi őszi száraz időszak és az idei tavaszi esőzések a termőföldeken is megmutatták a következményeiket, mondja egy betakarítást végző gazda. Itt szép zöld, itt szépen ilyen. Az ősszel kevés volt a csapadék, és akkor tavasz a májusban, meg júniusban viszont meg sok volt a csapadék, és úgy, amit elvett ősszel, azt meg visszat a tavasszal az időjárás, tehát hogy nem igen látszik ilyen nagy
átlag termés átlag különbség. Bár így cikon nem változott a betakarított búza mennyisége, az időn akár országszerte 20%-kal is csökkenthet az őszi búza, így az előzetesen becsült 5 millió tonna helyett csak 4 millió tonnát takarítanak be a gazdák. Ők azt mondják, az idei esőzésnek köszönhetően előbújtak a búzatáblában a gyomnövénynek, így a betakarítási folyamat sokkal nehezebb, mint általában. Az az igazság, hogy erre a sok esőre kigyomosodtak a búzák, tehát fenyércélok az tiszta zöld búzák vannak, valahol deszikálni is kell, hogy le lehessen aratni, mivel hogy zöld, akkor hát a kombány meg kiszórja, hogy tapad a mag, rátapad a zöld növényre, és az meg akkor kiszórja, tehát sokkal lassabban lehet menni, nehezebben lehet betakarítani jó minőségbe az idei gabonákat, pont ezért, mert kigyomosodtak a gabonaföldek legtöbb helyen. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint Tolna megyében több mint 63 ezer hektáron indult betakarítás, az őszi árpát több mint 11 ezer hektáron, míg a búzát 50 ezer hektáron aratják a gazdák. A magyarok a fizetésük legnagyobb részét a háztartásra költik, a legkevesebbet pedig az egészségére fordít a lakosság. Derül ki az Eurostat frissen publikált 2017-re vonatkozó adataiból. Itthon a fizetések mintegy 19%-a megy el a háztartási kiadásokra, rezsire. Ez az unió 24%-os átlaga alatt van, ugyanakkor élelmiszerre, alkoholmentes italokra nagyjából ugyanannyit, a havi bevétele 18%-át költi az átlag. Ez viszont már jóval a 12%-os uniós arány felett van, ahogyan cigarettára és alkoholra is az európai átlag felett költünk. Harmadszorra rendezték meg Szekszárdon a Speciális Művészetek Fesztiválját. A rendezvényen olyan sérült emberek vesznek részt, akik valamilyen művészeti ágban alkotnak maradandót. Tánc, zene, vers és prózamondó előadásokat hallgathattak az érdeklődők. Így zenélt az egyik sérültekből álló zenekar Szekszárdon a Speciális Művészeti Fesztiválon. A rendezvényt 32. alkalommal rendezték meg 2019-ben. Szekszárd 1998 és 2003 után idén harmadszorra adott otthont a programnak. A fesztiválon sérült emberek mutathatják be szerte ágazó művészeti tudásukat. A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesületének elnöke szerint ez egy kiváló lehetőség nekik. A sérült emberek számára ez egy egyhetes kulturális feltöltődés jelent. Jelenti egyrészt a színpadra lépés lehetőségét, amit ők nagy örömmel fogadnak, hiszen egy éven keresztül készülnek, gyakorolnak az adott művészeti ágban, és most lépnek színpadra. Másrészt jelent egy szórakozási lehetőséget, hiszen minden évben sok-sok impulzust kapnak az adott városban, múzeumokat látogatnak, jól érzik magukat együtt a héten. A fesztiválon sokféle művészeti ág és műfaj képviseltette magát. Voltak olyanok, akik társas táncban jeleskedtek, mások pedig prózát adtak elő, de olyan is akadt, aki zenekarával szórakoztatta a közönséget. Ács Rezső, Szekszárd polgármesterek köszöntőjében kiemelte, az, hogy Szekszárd harmadszorra rendezheti meg ezt a fesztivált, azt mutatja, hogy a szekszárdi emberek elfogadóak. Az elfogadásról szól az Intim Torna illegál zenekar egyik legújabb dala is, így hát elő is adták a szerdai napzáró koncertjükön. Sztár vendégek is helyet kaptak ugyanis a Speciális Művészeti Fesztivál Prometheus Parki színpadán. Attól függetlenül, hogy jótékonysági koncertről van szó, a teljes stáb kivonult, és semmit sem hagytunk otthon, úgyhogy a teljes fényparkot elhoztuk. Tehát amit a színpad elbír, azt most fel fogjuk pakolni, úgyhogy egy olyan koncertet fogunk adni, mint mondjuk egy nagy fesztiválon. Ehhez pedig a fesztivál hangulat is adott volt. A 40 magyarországi szociális és oktatási intézmény, alapítvány és egyesület közel 800 résztvevőjével. A városi érdeklődők, többnyire fiatalok tomboltak együtt a koncerten, bizonyítva, hogy valóban elfogadóak. A fesztivál július 1-e és 5-e között zajlik Szekszárdon. Regionális híreinkkel folytatjuk. A falusi csoki szerepel a kedvezmények között, elindult a családvédelmi akcióterv. Még várni kell a beruházásra, egyelőre nem épül a kertvárosi gigajátszótér Pécsen. Razzia, a Nébih és az adóhatóság is ellenőrzi a balatoni vendéglátóhelyeket.
Elindult a családvédelmi akcióterv, a július 1-től érvényes támogatások között szerepel a falusi csok. Ezt a kedvezményt lakásvásárlásra és bővítésre, korszerűsítésre vehetik igénybe a családok. Néhány hetes elbírálási időszak után a választott pénzintézet folyósítja az összeget, ha az ügyfél megfelel minden jogszabályi feltételnek. A szakember szerint érdemes személyesen bővebb tájékoztatást kérni a bankfiókokban. Július 1-től lépett életbe a családvédelmi akcióterv első 4 eleme. Ezek közé tartozik a családi otthonteremtési kedvezmény speciális fajtája, a falusi csok. Ezt a támogatást preferált kis településeken lévő lakás esetében lehet igénybe venni. Az ilyen településekről készült lista a Magyar Közlönyben is megtalálható. A kérelmező vásárlásra és egyidejűleg bővítésre, korszerűsítésre vagy mindkettőre igényelheti a kedvezményt, mondta stábunknak az egyik pénzintézet lakáshitelvezetője. Az igénylőknek egy éves munkaviszonyt kell igazolni, a TB jogviszonyt, míg a három vagy több gyerekeseknél pedig 2 éves munka jogviszonyt kell igazolni. Az kedvező benne, hogy külföldi jogviszony is figyelembe vehető, viszont az igénylők közül az egyiknek igényes időpontjában legalább magyar munkajogviszonnyal kell rendelkeznie. A szakember hozzátette, az ügyfeleknek minden jogszabályi feltételnek meg kell felelni, hiszen csak az elbírálás után folyósíthatják a támogatást a bankok. Ám mielőtt az igénylő kérelmét felülvizsgálják, szakemberek értékbecslést készítenek arról az ingatlanról, melyet az ügyfél meg szeretne vásárolni, vagy bővíteni, korszerűsíteni. Ennek nem csak a maga az érték megállapítása lényege, hanem azt kell megnézni, hogy az ügyfél valóban megfelel a kormányrendeletben előírt lakhatási feltételeknek, olyan bővítési munkát csinál, amelynek révén ugye a jogszabályi feltételek maradéktalanul teljesülni fognak a munkák elvégeztével. A folyósított támogatási összeg mértéke pedig attól függ, hogy a család milyen célra igényli azt. Így egy gyermek esetén 600 ezer, 2 gyermek esetén 2,6 millió, még 3 gyermek esetén 10 millió forintos támogatást kaphatnak az ügyfelek. Ezen összegek maximum 50%-át lehet felhasználni a vásárlásra. A pénzintézetek egyébként néhány hét alatt elbírálják az ügyfelek kérelmét. És bár a szakember hiány, valamint az árviták miatt 30%-kal drágult a lakásépítés az elmúlt 2 évben, majdnem 5-ször annyi lakás épül most, mint 5 évvel ezelőtt. Az ingatlanpiacon arra számítanak, hogy több vidéki ház lakás kerül eladásra a közeljövőben. Baranya megyében ugye a falusi csok sokat jelent, hisz ugye a vidéki településen meg fog növekedni az ingatlan iránti vásárlási vágy, és emiatt ugye többen fognak ugye vidéken vásárolni, ez nagyon sok vidéki falunak ugye jót fog tenni. A szakemberek szerint érdemes személyesen egyeztetni és bővebb tájékoztatást kérni a támogatásról a bankfiókokban, így az ügyfelek minden kérdésre szakértő választ kaphatnak. Egyelőre várni kell még a gigajátszótér kialakítására Pécs-Kertvárosban. Gyerekeknek, felnőtteknek és időseknek építenének játszóteret 4,5 hektáron, de rendezvényhelyszínt és kutyafuttatót is kialakítanának a kiszemelt területen, azonban egyelőre nincs, aki megépítse a 72 milliós beruházást. 4,5 hektáros réta a Nagy Ferenc tér, Szabó Ervin tér és a Tildi Zoltán utcák szomszédságában. Ez az a terület a pécsi kertvárosban, ahol több korosztályos játszótér kialakítását szeretné az önkormányzat. Ezen kívül felnőtt játszótér, rendezvénytér, elkülönített kutyafuttató és parkolóhely kialakítása szerepel a tervek között. Tetszik. Bár az zöld terület is nekem tetszik, őszintén szólva. Tehát én ezzel meg vagyok elégedve. Lehet, hogy a padokra nagyobb kereslet lenne, árnyék van. A személy szerint én egyébként annyira nem örülnék neki, megmondom őszintén. Ja, azért ez most egyelőre egy elég nyugodt környék, úgyhogy szeretném, hogyha meg is maradna ilyennek. Két vélemény a környéken lakóktól. Azonban egyelőre nem változik semmi, derült ki a Város Pénzügyi Bizottságának szerdai ülésén. Ugye itt egy közbeszerzési eljárás lezárásra került, illetve újra kiírásra került, tehát itt egy gyakorlatilag ugye sikertelen első alkalom után egy ismételt közbeszerzési eljárás kerül kiírásra. Ugye ez egy ilyen nagyságrendileg 70 millió forintos, több mint 70 millió forintos beruházás, amiből valóban egy jelentős, korszerű és
remények szerint minden igényt kielégítő játszótér tud létesülni Kertváros szívében. Június 24-ig várták a kivitelezők ajánlatait, de nem érkezett egy sem. Ezért most újra kiírják a közbeszerzési eljárást a kertvárosi játszótér megépítésére. A beruházást 72 millió forintból kell megvalósítani, pályázati pénzből. Jelenleg több mint 50 önkormányzati beruházás fut Pécsen. A munkák előrehaladásához kellenek a pénzügyi bizottság döntései, ezért egész nyáron tartanak üléseket a közgyűlés nyári szünetének idejéig. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a NÉBIH is ellenőrzi a vendéglátó helyeket a Balaton déli partján. A NAV az éttermeknél, ételkiszállítóknál razziázik majd, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a kormányhivatalok pedig a nyári fesztiválokon, vásárokon működő vendéglátósokat ellenőrzik. 25-en dolgoznak ebben a Balaton Széplaki grillbüfében, mindannyian bejelentve, minden szükséges papír birtokában. Mint az üzletvezető elmondta, ez mindenki érdeke is, a vendégeké és a munkáltatóké egyaránt. Hát nagyon odafigyelünk, mivel hogy nekünk is érdekünk, hogy minden rendben menjen, mert egy ellenőrzés azért egy-két óráig tart, és valami hiányosságot tapasztalnak, akkor itt felborul minden, és akkor nem úgy megy a munka. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakemberei a következő hetekben ellenőrző körutat tartanak a Balatonnál, legfőképpen a parthoz közeli helyek számíthatnak a NAV-os munkatársok megjelenésére. Július 1-ével megkezdődött a NÉBIH rendszeresen megszervezett nyári ellenőrzés sorozata is. Zsigó Róbert, élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkár az akcióval kapcsolatban kiemelte, idén fókuszba kerülnek a nyári fesztiválokon, vásárokon működő élelmiszerforgalmazó és vendéglátó létesítmények, valamint a mozgó egységek. Ezek mellett továbbra is fokozott figyelmet kap az ifjúsági és gyermektáborokban étkeztetés biztosító vállalkozások felügyelete. Ebben a Balaton lellei büfében az elmúlt években is többször jártak már a NÉBIH szakemberei. Vizsgálja a tisztaságot, a nyomon követhetőséget, tehát a megvásárolt élelmiszereket, az elkészítésig, annak a folyamatát. A mi üzletünk szinte teljes egészében kiszállítással vásárolt, tehát ide helyben hozza a nagy beszerzéseket ide hozzák ki az üzlethez. Az üzemeltetők tisztában vannak, mire kell figyelniük. A NÉBIH ellenőrzésére augusztus 20-áig számíthatnak a balatoni vendéglátóhelyek. A nyári táborok esetében mindig kérjenek számlát a szülők, hiszen a pénzmozgás nyomon követése során súlyos szabálytalanságokat tapasztal az adóhivatal, mondta Barlai Krisztina, a NAV Baranya megyei sajtóreferense. A nyári foglalkoztatásnál is figyelniük kell a munkavállalóknak, hogy megbízható foglalkoztatót válasszanak, ezért nem árt ellenőrizni a munkáltatót a NAV adatbázisában. Továbbra is a fesztiválok árusainál, illetve a vendéglátóhelyeknél marad el a legtöbbször a nyugtaadás a revizorok szerint. Az adózók nagyon találékonyak, például pincérblokkot adnak nyugta helyett, ezt tapasztalják az ellenőrzések során. Ezt a pincérblokkot általában készletnyilvántartásra szokták használni, hiszen nem pénztárgép állítja ki ezt a dokumentumot, hanem egy számítógépes programról produkálják. Tehát aki cukrászdába megy véletlenül és kap egy ilyen pincérblokkot, akkor mellé kell, hogy kapjon egy rendes nyugtát is. Aztán olyan is előfordult már, hogy a fel nem használt nyugtákat próbálta az adózó újra hasznosítani, ez sem szabályos, tehát mindig az adott ügyletnél kell kiállítani a bizonylatot. Arra is érdemes odafigyelni, hogy a pontos összeg szerepeljen a nyugtán, mert erre is volt példa, hogy a nyugta eredeti és tőpéldányán másik összeg szerepelt. 600 millió forintot költenek az országban a vízi turizmus fejlesztésére, a vizes létesítmények felújítására. A Fonyódi vízitúra megállóhely például csónaktárolóval és új sporteszközökkel gazdagodott. A cél, hogy a Balaton vízén egyre többen tölthessék aktívan a szabadidejüket. A Balaton körül hét az országban 150 vízitúra megállóhelyet alakítanak ki uniós forrásból. A Fonyódi kajakkenu pont már megújult, emellett modern eszközökkel gazdagodott a felszereltsége. Elsőleges szempont volt az, hogy minél szélesebb réteg érje el ezeket az eszközöket. Itt az eszközök között találhatóak olyan kajakok, amik Siton Top nevezetű kajakok. Ezekről azt kell tudni, hogy ha ezzel véletlenül valaki a vízbe fordul, akkor nincs problémája azzal, hogy hogyan veszi ki a vizet az eszközök.
eszközből. A 600 millió forintos beruházás hozzájárulhat ahhoz, hogy egy egészségesebb, sportolni szerető nemzedék nőjön fel. Erről már Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos beszélt a Fonyódi Kajakkenu pont átadóján. És azt a célt tűzte ki a kormány, hogy a legélhetőbb országok közé szeretné emelni 2030-ra Magyarországot, és ennek nagyon fontos része, hogy a szabadidőnket, a szabadságunkat azt hogyan töltjük el, a gyerekeink a telefonjukat nyomkodják, vagy pedig szabadban, egészségesen, boldogan, közösségben töltik el a mindennapjaikat. Ez a beruházás, ez a vizitúra megállóhely, ez egy folyamatnak a része az országban is, és itt a Balatonnál is. A cél, hogy a Balaton vízén egyre többen tölthessék aktívan szabadidejüket, környezettudatos, látványos vizitúrák keretében. Végül nézzük, miről szólt a híradó. A jogi háttér megvan, kezdődhet a sportcentrum továbbfejlesztése, ülésezett a szekszárdi közgyűlés. Szakemberek szerint fontosabb lenne a társadalmi felelősségvállalás, 12 évre levitték a büntethetőség korhatárát. Megkezdődött a betakarítás, több mint 60 ezer hektáron aratnak őszi árpát és búzát Tolna megyébe. Speciális művészetek fesztiválja, több mint 800 produkció 5 nap alatt Szekszárdon. Pénteken csak néha zavarhatják felhők a napsütést, délután elvétve előfordulhat helyi zápor, de nem lesz jellemző a csapadék. A levegő ismét 30 fok közelébe melegszik. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!